Az az igazság, megpróbáltam összeszámolni, hogy nálunk hány működő és tervezett takugyár van. Nagyjából 30-ig jutottam a számolásból, feltettem a kezem és megadtam magam. Azt mondtam, hogy ez maga az őrület, ennyi akugyár rejtő után szabadon csak a számtalan példákban létezik. De hát miért is jó ez nekünk? A kellő energiának szűkébe vagyunk, ezt tudjuk, a szükséges vízből a klímaváltozás miatt egyre kevesebb van, és mint gödön láthatjuk, a súlyos környezetszennyezést a hatóságok az önök utasítására elnézik. A profit a cégeké, a társasági adó alól hosszú időre nem tességet kapnak, a termékeik után Németországba fizetik meg majd a harmadával alacsonyabb áfát, dolgozni pedig főleg kínai vendégmunkások fognak majd ott. Persze önök azt mondják, hogy lám-lám, Németország is boldogan fogadja az akkumulátorgyárakat, de kérem szépen, ott van a kutya elásva, hogy például a Berlin melletti Gigafactory gyárban 60% lesz a hozzáadott érték, míg a debreceni CATL-ben még a 20%-ot sem éri el. Ott a tervezés és a szoftverfejlesztés az, ami termeli majd a profit döntő részét, hozzánk pedig a betanított munkajuk. Nekünk magyaroknak igen, a betanított munkát igénylő üzemek jutnak csak, Orbán mániája pedig a munkaalapú társadalom, ahol a munka és a nem a magas hozzáadott értékű munka a fontos, ez pedig egyértelműen a leszakadás útját jelzik. Önöknek mindegy, mi lesz egy pár év múlva a hátralévő időben, egyszerűen a lehető legtöbbet akarják lopni.